Kudesz Ferenc professzor úr 2006 és 2010 között az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem rektora volt, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, peptidkémikus, biomolekulák kémiájával foglalkozik, immunkémiával foglalkozik, és ebben a témában fog előadást tartani. Nagyon szépen köszönöm professzor úr, hogy megtisztelt minket. Kérem szépen, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen a kedves bevezetést, és gratulálok ehhez a programhoz, amelyet nem olyan régóta vett át kolléga úr, és a szervezése, a tartalma fantasztikus új lendületet kapott, úgyhogy érdemes eljönni és figyelni, mondani a többieknek is, hogy ez egy hely a városban. Az előadás címe mesterséges antigének szintetikus vakcinák. Ez kicsit magyarázatra szorul, valószínűleg lesznek olyan fogalmak, amelyek nem ismerősek, ezért senki ne érezze úgy, hogy minden szót, minden mondatot érteni kell. Amit érdemes megpróbálni összerakni, hogy legyen egy patchwork-szerű képe arról, hogy miről van itt szó, és az egyes részleteket azután kinek érdeklődése szerint lehet tovább fejtegetni, bontogatni. Tehát nem javasolnám azt, hogy egy-egy kérdés, ha valami nem nagyon tiszta, akkor ott megálljon az ész, menjen tovább és figyelje a benyomásokat, szerezze meg, hiszen azt mondják a pszichológusok amúgy is, hogy a vizuális memóriánk, a vizuális értőképességünk egészen más sebességgel működik, mint a verbális, a szavakhoz, mondatokhoz kötött írásbeliség. Az első rész, amiről beszélni szeretnék, mit is jelent ez az antigén felismerés, az antigén szó önmagában mit jelent. Ez egy nagyon empirikus fogalom, amely azt akarta jelölni, és ma is azt jelzi, hogy az test számára, az élő test számára idegen anyagra való reakció. Az ember esetében immunreakciókról beszélünk, emlősök esetében immunreakciókról beszélünk, amikor felismeri a szervezetünk az idegen anyagot, és mozgósítja saját magát, hogy minél előbb szabaduljon meg az efféle idegen anyagtól. Tehát amikor antigénekről beszélünk, akkor idegen anyagokról beszélünk, de ebben az előadásban én kizárólag csak fehérjékről fogok beszélni, mint idegen anyagokról, vagy a cukrozott változatokról, a glikoproteinekről. Ha megnézzünk egy fehérjét, amit ez a kacsaszerű képződmény fog a továbbiakban jelölni, akkor egy ilyen fehérje, amely egy lánccal jellemezhető, tekeredik, van eleje, vége, itt látszik egy két vége, illetve a pálca mutatja az egyik vége, másik vége, és ez a térben háromdimenziós szerkezetet alkot. Egy ilyen fehérje háromféle olyan elemet tartalmazhat, amely a szervezetben immunreakciót vált ki, amely szerint ő idegen számunkra. Az egyik legegyszerűbb változat, amikor az egymás melletti aminósav részek alkotnak egy ilyen szakaszt, amit szintén idegen szóval epitóp szónak nevezünk. Ezt hívjuk úgy, hogy lineáris epitóp, azaz egymás melletti aminósavakból épül fel. A másik kicsit komplikáltabb lehetőség, amikor egymás melletti aminósavak nem elegendőek ahhoz, hogy ilyen immunválaszt váltsanak ki, ehhez szükség van arra, hogy térben rögzítse őket mondjuk egy keresztkötés. Tehát ha azt a kötést ott felbontjuk, akkor eltűnik ez a fajta tulajdonság. Ezt az epitópfélességet topográfiás epitópnak hívjuk, és folytonosnak, mert egymás melletti aminosavakból épül fel. A harmadik, a legnehezebben tanulmányozható epitópfélesség azt mutatja számunkra meg, hogy lehetnek a fehérjéknek különböző szakaszai, látjuk egy szakaszka az elejéből, egy szakasz a végéből, együtt áll a térben, valami rögzíti a térben, és ezt a fajta epitópot ugyancsak topográfiás, de nem folytonos epitópként jelöli meg a világ. Tehát ez a három típus van, amivel mi dolgozunk. Az immunreakció két nagy úton zajlik. Az egyik út az ellenanyagokhoz kötött, tehát, hogy a következő ábra ezt már jobban mutatja.
Itt láthatunk egy lilával jelzett ellenanyag molekulát, egy Y molekulát, amely elkezd termelődni, ha idegen anyagot kap a szervezet, és úgy termelődik, hogy van egy része, ennek az Y-nak a felső két része, amely kapcsolódik a szervezetbe kerülő fehérjéhez, és annak azon részéhez, amelyről az imént beszéltem. A másik út az úgynevezett T-sejtek, vagy pedig a fehér vérsejteknek a T betűvel jelzett populációjához kapcsolódik. Ezek a sejtek megeszik, befalják ezeket az idegen anyagokat, a sejten belül feldolgozzák, és a végén, itt középen, lehet, hogy ez a mutatópálca kicsit kifogyott, úgyhogy inkább itt próbálok mutogatni. Ez a középső rész, ez egy darabkája annak a fehérjének, amely idegen anyagként került a szervezetbe, és egy hosszabb folyamat után ez jelenik meg. Mégpedig úgy, hogy két sejt között láttuk ezt a T-vel jelölt fehérvérsejtet, és egy másik típusú fehérvérsejtet. Ennek a két sejtnek az együttállása szükséges úgy, hogy ezeken a receptorokon keresztül kötődjenek ehhez a peptid darabkához, amely szakasz ennek a fehérjének egy ilyen lineáris epitópja volt. Most ami nagyon érdekes, hogy ilyen T-sejt epitóp, a következőkben ezt T-sejt epitópnak fogom hívni, ez csak ilyen lineáris szakasza lehet a fehérjének. A B-sejt, vagy más néven ellenanyag epitóp, ezt ellenanyag epitópnak fogom hívni, ez viszont lehet ilyen is, és ilyen is. Először szeretnék beszélni az ellenanyag epitópról, tehát azokról az epitópokról, amelyeket az ellenanyag ismer fel, és az összekapcsolódás után eltávolítja a szervezetből. Milyen is, mivel jellemezhető ez a kölcsönhatás? Először is azt látjuk rajta, hogy ez két partner között jön létre, a fehérje és az ellenanyag. Ugye miért érdekes ez? Azért, mert szembe fogjuk ezt állítani az előbb bemutatottal. Itt három partnernek kell megjelennie ahhoz, hogy kialakuljon egy hatékony immunreakció, immunválasz. Először ezt a két ellenanyag epitóp komplexet elképzelték, anélkül, hogy bármilyen eredmény, bármilyen kísérleti eredmény ez a háttérben lett volna. Először Paul Ehrlich volt az, aki leírta, lerajzolta aktuálisan, hogy hogyan néz ki egy receptor, és a receptorhoz kapcsolódó ligandumnak az együttállása. Ő akkor ezt a molekulát, amiről semmilyen adata nem volt, ezt amboceptornak nevezte el, és hogyha New Yorkban járnak, akkor ajánlom, hogy a Rockefeller centrumban látogassanak el, ahol egy kitűnő archívum van, és ott az eredeti rajzot is lehet élvezni. Ehrlich ezt a amboceptort, vagy receptort más néven, ezt nem csak hogy lerajzolta és elképzelte, de tovább rajzolgatott, és feltételezte, hogy a sejteknek a felszínén vannak olyan struktúrák, amelyekhez specifikusan kötődnek ezek az amboceptorok. Ezt később ki is használták egész más területen. A mai tudásunk ennél sokkal persze mélyebb és experimentális kísérleti tényekre alapul. Azt tudjuk, hogy úgy fogja meg egy ellenanyag az epitópot, mint ahogyan az emberi kéz megfog egy almát. El tudják képzelni. Hogy kicsit horrorisztikusan akarunk fogalmazni, akkor pontosabb képet is kaphatunk, mert ha egy éles pengével keresztül metszük az ujjakat és az almát, akkor itt látjuk a keresztmetszetét a kölcsönhatásnak. Ez az epitóp, amelyhez kapcsolódott az ellenanyag, és ezek az oldalsó rajzdarabkák pedig mutatják a
ujjunknak, illetve az a fehérje ellenanyagnak a keresztmetszetét. Még pontosabb persze a kép, hogyha elvégzünk röntgenkristallográfiás vizsgálatokat olyan komplexekkel, amelyben itt a sűrűben látott, sajnos ez a technikai, sűrűben látott rész ez az epitóphoz kapcsolódik, és a sötétebb háttér pedig azokat a részeit mutatja az ellenanyagnak, amely a fehérjéből, a kapcsolódó a fehérjéből származott. Nézzük meg ezzel szemben, hogy a T-sejt felismerés, a T-sejt epitóp az mivel jellemezhető. A lényeget már el is mondtam, hiszen megbeszéltük, hogy egy T-sejt felszínén van egy receptor, ezt hívjuk későbbiekben T-sejt receptornak, ebbe a T-sejt receptorba képes egy ilyen fehérje darabka úgy beülni, hogy az antigén prezentáló sejt, ezt majd mindjárt látni fogjuk, mi ennek a funkciója, pontosan felismerje. Ezt az antigén prezentáló sejtet, ez egy másik típusú fehérvérsejt, ennek a felszínén is van egy receptor, amelyet MHC betűjelekkel rövidítjük, és amelynek zárójelben jegyzem meg, a transplantációnál van óriási szerepe, mert ha nem stimmel az MHC receptora a befogadónak és a donornak, akkor kilökődési reakció indul el. De hogyan is keletkezik egy ilyen három komponensű, még egyszer láthatjuk, három komponensű rendszer? Hát úgy, bocsánat, még itt hozzá kell tennem, hogy ez sematikus kép. Itt van egy olyan kép, ami már kísérleti adatokon alapszik. Azt mondhatjuk, hogy az MHC receptora, az antigén felismerő sejtnek kétféle lehet. Az egyikbe a beülő röpeptid, az 8-10 aminósavból áll, és látjuk ezeket a bemélyedéseket, zsebecskéket, ezekbe a zsebecskékbe kell tudnia, beülnie pontosan annak a peptidnek, amely bármit is szeretne elérni az immunválasz vonatkozásában. Az MHC2 típusú receptor, amelyet itt alul látunk, ez kicsit más, mert látjuk, hogy hosszabb, egyrészt 13-23 aminósavból áll, másrészt vannak szakaszai az egyik végén és a másik végén, amelyek nem feltétlenül kell, hogy a zsebekbe beüljenek, és persze ezek a zsebek más zsebek, mint azok a zsebek voltak, de ez ad neki egy lehetőséget, hogy többféle szakaszát a fehérjének, a fehérje darabkának befogadja. Ha még precízebb képeket akarunk alkotni, akkor a sejt felszínén ilyen formában képzelhetjük el az MHC1, illetve az MHC2 receptorokat, alegységekből állnak, és a zseb az pedig a külvilág felé mutatkozik meg. Röntgenkristallográfiával szintén meg lehetett határozni a szerkezetet sok-sok esetben. Itt belül ez a nagyon gyengén látható láncocska, ez jelképezi a peptidet, peptid gerincet, és a színesebb, nagyon domináns része a képnek pedig magát az MHC receptort mutatja meg. Itt egy picit jobban kiemelődik a receptornak egyik-másik oldala a két színnel, és középen a peptid darabot látjuk. Hogyan is keletkezik ez a három komponensű komplex? Úgy, hogy a fehérje, amely az idegen anyag, a fehérje antigén, az bekerül ebbe az antigén prezentálónak nevezett fehérvérsejtbe. Ezt a folyamatot a biológiában talán találkoztak az endocitózis fogalmával, befűződik a sejt, bekerül a sejt citoszol részébe, itt összeolvad az endoszómával, majd a lizoszóma következik, és ez a kombináció, ez már egy veszélyes kombináció, mert a lizoszómában levő enzimek, savas millió feldarabolja a fehérjét, itt esik szét ennek a folyamatnak a során, esik szét a fehérje lánc darabokra, és készül el az a darabka is, amelyik T-sejt epitópként fog viselkedni. Itt találkozik ebben a kompartmentumban azzal a
MHC fehérjével, amely azután kiviszi magával ezt a kis peptid darabot a sejtnek a membránjába, és ott megmutatja, hogy nekem ilyenem is van. Ez tehát a ezért hívják ezeket a sejteket antigén prezentáló sejtekkel, mert ők készítik, ők faragják ki a fehérje antigénből azt a darabot, amelyet azután a T-sejt, a T-limfocita jön, felismer, és ebből egy immunválasz, egy eliminációs reakció fog bekövetkezni. Amikor elvégzik a kutatók egy-egy fehérjének a vizsgálatát, akkor arra kíváncsiak, hogy vajon egy fehérje mely része fog úgy viselkedni, mint egy ellenanyagepitóp, és mely része fog úgy viselkedni, mint egy T-sejtepitóp. Ha mindezt megtudják, ez sok-sok munkát igényel, akkor elkészítik egy fehérjének az epitóp térképét. Itt, amit látunk, a fekete-fehér változat, ez az influenza vírus hemagglutinin nevű fehérjének az antigén térképe, antigén szerkezete. Itt látszik, hogy B-sejt epitópok hol vannak ebben a fehérjében, és itt látszik, kicsit nehezen lehet különbséget tenni, de itt látszik, hogy milyen T-sejt epitópok vannak benne. Ennek utána lehet még jobban olvasni, nézni magyarul is. Erdei Anna professzorasszony és két munkatársa egy kitűnő jegyzetet tett közzé a tankönyv.hu honlapon 2012-ben, úgyhogy ajánlom figyelmükbe. A színes változat egy nemrég 2016-ban közzétett angol-amerikai kollaborációs munkának az eredménye, ugyanúgy az hemagglutinin, influenza hemagglutinin térképet mutatja be, ezeken az epitópot antigenic site-nak nevezik, ez szinoníma, antigén. És jól látható, hogy a különféle A-val, B-vel, C-vel és D-vel színkóddal ellátott részei a fehérjének viselkednek ilyen epitópként. Megvan az epitóp, tudjuk tehát, hogy melyik szakasz viselkedik ilyen-olyan epitópként, mit tudunk ezzel kezdeni. Két nagy alkalmazási területe van ennek a tudományos eredménynek. Az egyik területe olyan oltóanyagoknak a kísérletezése, amelyek jobbak, kevésbé veszélyesek, hatékonyabbak, mint a rendelkezésünkre állók. A másik alkalmazási terület, hogy ezeket a fehérje darabkákat önmagukban is fel lehet használni arra, hogy kimutassuk, hogy létezik-e, van-e valamilyen betegség az emberi szervezetben. Hogyan lehet ezt megtenni? Úgy, hogyha valakinek van például egy autoimmun betegsége, akkor azt az ellenanyagot, amit saját maga termel, azt egy nagyon egyszerű, jól megválasztott peptid darabkával ki lehet mutatni. Ha van a szervezetében ilyen saját ellenanyag, amit nem termelünk mindannyian, csak akiknek ez a betegsége van, gyorsan meg lehet mondani, hogy beteg, gyorsan meg lehet kezdeni a terápiát, és közben lehet figyelni pont ezzel a módszerrel, hogy hogyan javul a beteg. Egy másik applikációs terület a tumor. A tumoros fehérjéket sok esetben a szervezetünk idegen anyagként, nagy szerencsénkre, idegen anyagként ismeri fel, és elkezd vele szemben is immunválaszt produkálni. Ez a válasz lehet ellenanyagválasz, lehet T-sejt válasz. Ha tudjuk, hogy milyen epitópja van a fehérjének, akkor ennek segítségével meg tudjuk nézni egy vértesztből, egy laboratóriumi körülmények között, hogy van-e ilyen ellenanyag, például egy emlő vagy egy prostata tumor esetében a szervezetben, sőt, ha elkezdődött a terápia, a kemoterápia, akkor tudjuk azt nézni, hogy ennek a szintje, ennek a koncentrációja hogyan változik a kezelés során. Tehát a jelentősége ez a két nagy területen foglalható meg. Egy speciális helyen vannak önök, az ELTE kémiai intézetében és azon belül is, én a szerves kémia tanszékhez tartozva fontosnak tartom itt megemlíteni, hogy az eleink Bruckner Győző professzor, aki a tanszéknek 1948-tól 1980-ig volt vezetője, ő úttörő munkát végzett ezen a területen. Egy kollégájával, Ivanovics Györggyel,
akkor még mindketten a Szegedi Tudományegyetemen dolgoztak. Először tanulmányozták a lépfene kórokozónak a kórokozó tulajdonságért felelős antigénjének a vizsgálatát. Ez egy fehérje volt, és ők voltak azok, akik leírták, hogy ez a fehérje, ez pontosan milyen szerkezetű és milyen aminosavakból áll. Tehát ennek a tudomány területnek, részterületnek, a hazai peptid és fehérje kutatásnak az egyik bölcsőjénél van lehetőségem előadni, és van önöknek lehetőség ezt követni. Térjünk egy picit akkor a vakcinációs vonalra, és közönben nézem az órát is. A vírusfertőzésekkel általában kétféle módon tudunk megbirkózni, kemoterápiával, vagy pedig immunterápiával. Az immunterápiának két variációs lehetősége van. Az egyik, amiről beszéltem szinte, az aktív terápia, amikor az immunrendszer beindul, és ezt az saját apparátusunk által termelt ellenanyagokat, T-sejteket mobilizálja. A másik a passzív immunterápia, amikor például egy lóban vagy egy nyúlban termelt ellenanyag kap, ellenanyagot vagy sejtet kap a humán paciens, hogy ezzel segítse a kívülről jött segítséget, lehetővé tegye a védekezést. Talán önök vagy az önök szülei között voltak olyanok, akik kaptak a kanyaró ellen például termeltetett immunglobulint, mert a testvérük kanyarós lett, és az orvos szerette volna, hogyha a másik egészséges testvér nem kapja meg, vagy nem olyan súlyos formában éli meg ezt a fajta betegséget, ezért prevencióként átadta ezt az injekciót. Időnk nincs arra, hogy a vakcinációnak a részletes történetével megismerkedjünk. Amire felhívnám fel a figyelmüket, hogy Kína volt az első, ahol felismerték, hogy aki átesett már egy fekete himlő váladékkal való találkozáson, az legközelebb, ha túlélte az elsőt, a legközelebb már nem betegedett meg. Tuki Dídész volt, aki leírta, hogy a pestist, aki túléli, az életében többet nem lesz pestises, és egy angol diplomata, egy brit diplomatának a felesége, Lady Montagu volt az, aki leírta, hogy Törökországban a kínaihoz hasonló módszerrel megelőzni lehetett a betegséget, és hazavitte ezt a technológiát Angliába. Az első oltás, tudatos oltás Jenner nevéhez fűződik 1796-ból, aki észrevette, hogyha a tehénhimlővel immunizálnak, oltanak be egyéneket, akkor azok nem kapják meg a fekete himlőt. Ezt egyébként egy ilyen szép képen is sokszor megörökítették, ahol éppen ő olt egy 9 éves kisfiút, és megörökítették azt a most már templomnak nevezett házikót, vagy legalábbis a képe fönnmaradt, ahol ezt az oltást, vakcinációt véghez vitte. Ő találta ki a vakcináció nevet, ami a vacca latin, a tehénnek, a szarvasmarhának a neve, és ő írta le ezt a mondatot, amit itt a lapaján látnak, hogy ha beoltanak egy tehén himlővel, akkor ez teljes biztonságot ad a fekete himlő elleniségnek, fertőzésnek. Magyarországon azt lehet mondani, hogy nagyon a világ élvonalában voltunk, hiszen 1799-ben, 96-ban volt az első immunizálás, 3 évvel később már Magyarországon tudatosan oltottak himlő ellen. 100 évet itt ugrunk, 1876-ban vezették be a kötelező oltást, védőoltást, azután Pasteur remek dolgokat művelt, és 1888-ban jött létre az első Pasteur intézet, amely ma már a világ minden táján megtalálható, és specifikusan az oltással, az immunválasszal foglalkozik. Tehát ha lehetőségük lesz postdocként, vagy doktori
tanulmányokat végező hallgatóként dolgozni, akkor egy pasztorintézet, ez egy nagyon jó célpont. Tán család egyik tagja le is rajzolta, ugye Tán Károly volt a mi kémia intézetünk alapító atya, ő egyik hozzátartozója lerajzolta, hogy hogyan történt a budapesti pasztőri intézetben az oltás. És végül ezt a történetet azzal a jó hírrel lehet zárni, hogy 1977-ben a WHO, a Nemzetközi Orvosi Szervezet deklarálta, hogy az utolsó megbetegedés Himlőben megtörtént, és 1980-tól azt mondhatjuk, hogy földünk mentes a fekete himlőtől. Ezt az ábrát egy másik betegséggel kapcsolatban villantanám fel, itt a kanyarót látjuk, ezek amerikai adatok, a WHO-nak a segítségével közölték. Mit látunk? Az ábrának a bal oldalán azt látják, hogy mennyi esetet regisztráltak, kanyarós esetet regisztráltak. A vízszintes tengelyen az idő tengelyt látjuk 1980-tól, és a jobb oldalon pedig a százalékát azoknak a személyeknek, akik oltásban részesültek a kanyaró ellen. Gyönyörűen látszik, hogy az előfordulás, amely az oszlopok sora, az milyen mértékben csökken, a megbetegedés milyen mértékben csökken, ahogyan emelkedik az oltottaknak a száma. Tehát ez nagyon meggyőző, főleg napjainkban meggyőző lehet, ahol nagyon sok butaságot látunk, és az egyik ilyen buta nézet, ami terjed, az az oltásoktól próbálja megvédeni a gyerekeket. Hát azokkal a szülőkkel szívesen beszélgetnék, hogy milyen meggondolásból mondanak ilyeneket. Egy másik táblázat csak azt villantja fel, elnézést kérek, nem volt időm ezt lefordítani, ez kanadai adatsor, és azt látjuk, hogy a különféle vakcinációval megelőzhető betegségek, a diftériát, a hepatitis B-t, a mumpsot, szamárköhögést, rubeolát látják, ezek azok az adatok, amely a legmagasabb fertőzöttségi évben generálódtak, mondjuk vegyük a mumpsot, 52 ezer megbetegedés volt Kanadában, amikor az a legnagyobb volt a mumpsban, és 2004-ben, miután bevezették a különféle oltásokat, ez az 52 ezeres szám 32-re esett. Azt hiszem, további adatolást ez nem igényel. Felvetődik a kérdés, milyen típusú vakcinák azok, amelyekkel foglalkozhatunk és rendelkezésre állnak. Vannak vakcinák, amelyek legyengített vírust tartalmaznak, az azt jelenti, hogy a fertőző képessége ennek a vírusnak minimális, illetve nullának kell lenni, az immunválasz kiváltó képessége viszont maximális. Nagyon sokáig létezett, ez volt a második legnagyobb típus, az elölt vírus tartalmazó vakcina. El lehetett ölni a vírust azzal, hogy formalinnal kezelték, megsugarazták, vagy pedig nagyon megmelegítették, és ezzel a DNS nukleinsav állományt tették tönkre. Újabban nem humán vírust alkalmaznak, amely nem betegíti meg az emberi szervezetet, de védettség kiváltására alkalmas, és ebben a nem humán vírusban betettek korábban egy-két olyan gént, amely emberi fehérjét fejez ki. És végül az alegység vakcina, amiről egy picit beszélnék majd részletesebben is, ez ugyanaz, amit az imént mondtam, kicsit vizuálisabban kifejezve a nem humán, a legyengített, az elölt és az alegység vakcinának a változatait. Mi egy-egy mondatot mondanék, a legyengített vírus tartalmazó vakcina hátránya, hogy semmi garancia nincs arra, hogy egy következő szaporítási fázisban visszafele nem mutálódik, és újra visszanyerheti a fertőző képességét. Ezért nem biztonságos, vagy fokozottan kell figyelni arra, hogy ellenőrizzék. A nem humán vírus vakcinák nagyon hatékonyak tudnak lenni, de előállításuk meglehetősen drága tud lenni. Egy ilyen vakcinán dolgoznak például az Ebola
vírusfertőzés ellen napjainkban, ugye Ebola Kongóban ütötte fel a fejét, ahol a ottani Ebola folyótól kapta az elnevezést, és már 1976 óta ismert volt. Ez a mostani kitörése a betegségnek, az késztette a különféle nagy kutatóhelyeket a vakcina kialakítására. Ebben az esetben csimpánzból származó, csimpánzokra veszélyes adenovírusba átalakították egy kicsit ennek a vírus genomnak a szerkezetét. Beépítettek két olyan gént, ami a Ebola emberre veszélyes változatából származik, és ezt a vakcinát, ezt 2015 áprilisa óta harmadik fázisában a klinikai vizsgálatoknak tesztelik. Hogyha ez a teszt sikeres, akkor lesz az emberiségnek egy első Ebola ellenes vakcinája. A előtt vakcina, amelyet az 50-es, 60-as években itthon is használtak, Salk nevéhez fűződik, ez azért tud problémás lenni, mert hogyha nem 100%-os a formalinos kezelés, vagy nem elég magas a hőmérséklet, akkor nem teljes a vírus nukleinsav részének az elpusztítása, és ha egy-két vírus, vagy szóval néhány vírus, élő vírus marad a készítményben, akkor azt fokozottan tud veszélyes lenni. Ezért fordult a figyelem az úgynevezett alegység vakcinák felé, amelyek nem tartalmaznak nukleinsavat, csak azokat a részeit a vírusnak, amelyek az immunválasz kiváltásáért felelősek. Itt a rajzon a herpes vírusnak egy szimbolikus rajzát látják. Ez egy borítékban dolgozó vírus, magyarul van neki egy membránja, amelyben fehérjék. Ez saját kutatási eredmény is, Amerikában kollégákkal együtt dolgozva. Ennek a buroknak a fehérjéit leválasztottuk a többi részéről a vírus populációnak, szétválasztottuk a keverékből az egyes fehérjéket, egy-egy ilyen vízszintes vonal egy-egy fehérjét jelent, és azután aminosav sorrendjüket meghatározva adataink lettek arról, hogy hogyan is néz ki, milyen összetételű, milyen sorrendű a fehérje. Ez önmagában még csak a kezdet, mert tudjuk azt, láttuk a bevezetőben, hogy egy fehérje térben jelenik meg igazán, tehát ki kellett találni, és ez nem a saját munkánk természetesen, hanem rengeteg kutatócsoport a 80-as évek óta ezen dolgozik, olyan predikciós módszereket dolgoztak ki, amelyek alapján fel lehetett állítani térszerkezeti modellt, például megnézni, hogy a fehérjének mely része hidrofil, megnézni, hogy a fehérjének mely része szeret kanyar struktúrát, vagy helikális szerkezetet létrehozni, és hogyha ezek a számolások, ezek a modellezések sikeresek, akkor a végén föl lehet állítani egy ilyen rajzban a szerkezetet, ami nem kísérleti adatokon alapszik, hanem spekulatív adatokon. Miért van erre szükség? Azért, mert pillanatnyilag körülbelül azt lehet mondani, hogy 300 ezer féle fehérjét ismerünk, és ennek a tizedét sem tudjuk pontosan megtalálni egy adatbázisban, ami a háromdimenziós szerkezetet mutatja. Az NMR, a röntgenkrisztallográfia nagy léptekben halad, de még messze vagyunk attól, hogy minden izolált fehérjének pontosan ismerjük a térszerkezetét. Hogyha megvan ez a térbelisége, akár kísérleti úton, akár spekulációs úton, akkor jöhet a kísérletezés, annak a feltérképezése, hogy vajon mely része ennek a fehérjének felelős az immunválasz kiváltásáért. A vízszintes tengelyen itt az aminosav sorrendet látják, a függőleges tengelyen egy olyan jelet, amelyik mutatja, hogy aktív az a szakasz vagy sem, és amit itt látunk, az ennek a teljes szekvenciának a lefedése peptidekkel. Ezeket az átfedő peptideket egymás mellé föl lehet rajzolni, és amelyik peptid ilyen jelet ad, annak a közös részéből jó valószínűséggel meg lehet mondani, hogy hopp, ez egy olyan
szakasz, amely epitópként működik. Egy másik lehetőség, amikor egy-egy fehérje részletet elkezdünk az egyik oldalról, vagy a másik oldalról rövidíteni, és összehasonlítjuk a jeladási képességüket. És a harmadik bevált technika szintén ehhez az intézethez, ehhez az egyetemhez kötődik, Furka professzornak a kombinatorikus kémiai megközelítéséhez. Gyakorlatban mi történik? Amikor ezeket a peptideket látjuk, sok peptidre van szükség, ezeket a peptideket nagy számban elő lehet állítani, méghozzá a tűhegyén. Ezt én itt körbeadom, ez egy eszköz, amivel peptidek szintézise folyik. Látni fogják, hogy a tűhegyén van egy ilyen sárga kis korona, ezt most nem veszem rá, mert nem könnyű visszatenni, de önök nyugodtan vegyék le. És nem történik más, most nagyon leegyszerűsítem a dolgot, mint a mártogatás. Ezekben a kis lukakban ott vannak a reagensek, nagyon szigorú és nagyon józan kollégák kezében, akik tudják, hogy melyik lukba mit helyeztek el, és egy nagyon meghatározott sorrend szerint cserélik a reagenseket, teszik be vagy veszik ki az egyre sokasodó, növekedő peptid láncot ebből a struktúrából. Itt látják a kezet, és látják a rajzon azt is, hogy hogyan növekedik a peptid lánc, és azt is látják, hogy itt az ellenanyag, amelyet a legvégén ezekbe a kis lukacskákba töltünk, hol fog kötődni és hol nem. Ha kötődik, akkor el van látva jelzőberendezéssel, és jelet hagy. Ha nem kötődik, akkor jel sincsen, tehát könnyű a különbségtétel. Ezt a technikát, ezt lehet használni papíron ma már, egyszerű szűrőpapíron, robotok segítségével lehet építeni peptideket, látják a láncokat, és látják az ellenanyagot is. És lehet chippen is dolgozni, ahol a méretek érzékeltetése véget látják, hogy ez még 12,5 centi, ez már 6 milliméter szer 6 milliméter, és ott is jó néhány lánc növekszik programozás szerint. A ellenanyag epitópokról beszéltem idáig, és most azt mutatnám meg, hogy a T-sejt epitópok meghatározása egy picit más. Itt nem tudunk használni tűhegyen fityegő peptidet, mert a sejt ahhoz, hogy válaszoljon ezekre, kell egy másik sejtel is kombinációban legyen. Ezért levágják a peptidet a tűhegyéről, utána adják hozzá a T-sejtet, és utána mérik azt a választ, aminek a segítségével tudják azonosítani a szakaszt. Eljutottunk tehát az alapoknak az áttekintéséhez. Most a hátralevő, ha jól látom, 10 percen még lehet, ugye? Itt néhány olyan eredményt szeretnék felvillantani, ami a mi laboratóriumunkból származik, és izgalmas. Itt különféle fehérjékkel dolgozunk. Az első példa az autoimmun betegséggel kapcsolatos. Az autoimmun betegség esetében ellenanyag epitópokat határoztunk meg. Azoknak a betegségeknek a hátterét vizsgálva, mint például a reumatoid artritis. Itt a térképen azt látják, hogy minél markánsabban piros egy rész, annál több betegség fordul elő, annál több beteg van. Magyarország elég vörös ezen a rajzon. Látják, hogy nálunk nagyon sok embernek van reumás artritisze, amelynek egyik jellegzetessége az izületeknek a tönkre menetele. Tudjuk ma már azt is, hogy 1% a népességnek beteg, 3-szor annyi hölgy betegszik meg, mint férfi, és a 40-50-es korcsoportban jelenik meg a betegség. Azt is tudjuk, hogy ennek a hátterében egy nagyon érdekes fehérje változás áll be, mégpedig az arginin aminosavnak az oldallánca egy enzim hatására, ami ennél normális esetben is előfordul, átalakul és elveszíti a pozitív töltését, egy semleges vagy kevésbé töltött oldalláncúvá válik. Ezt hívják citrullinációnak. Ilyen fehérje, amiben ez megtörténik, például a fibrin vagy a fillagrin, és
ez az elváltozás, ez azt idézi elő, hogy a mi szervezetünk azt mondja, hogy hoppá, itt valami idegen anyag van a szemünk előtt, tessék gyorsan valami reakciót ezzel szemben elindítani, és a saját fehérjeinkkel szemben történik meg ez a folyamat. Miért is? Itt látjuk, hogy az aszparaginsav negatív töltésű. Ha a pozitív töltésű arginin egy semleges citrullinná alakul, akkor szétverődik a térbelisége is a molekulának. Tehát idegen anyag képződött. Ennek a munkának a során az immunológus kollégákkal együtt azonosítottunk egy peptid szakaszt, ez a színes darabka itt egy peptid, amely a fibrin nevű fehérjéből származik, ugyanilyen tűhegyen. Megvizsgáltuk a tűhegyen még, a peptidet tartalmazó tűhegyen, különböző egészséges és beteg emberekből vett vérmintában a szérum tartalmat. Ha a beteg szérumában ott van az az ellenanyag, az ellenanyagok ott szoktak lenni, ott van az az ellenanyag, amely ezzel a citrullinált fehérjével lép reakcióba, akkor a beteg az beteg. Az egészségesek esetében, és itt látják, hogy 50 egészséges emberből és 247 beteg emberből származó szérum mintát vizsgáltunk az Orfi kutatóival együttműködésben, és világosan lehetett különbséget tenni, meg lehetett határozni akkor is, amikor még nem volt szimptomájuk, hogy ők ebben a betegségben szenvednek, vagy fognak még inkább szenvedni. A második példa, amit szeretnék bemutatni, az arra mutat, hogy nem biztos, hogy azt a fehérje szakaszt, amit meghatároztunk, azt úgy tudjuk használni, ahogy meghatároztuk. Kicsit kérményi szerkezetet kell módosítani ahhoz, hogy el lehessen érni a kívánt diagnosztikai vagy vakcinációs célt. Itt ezt erre példaként a herpes szimplex vírusból származó egyik fehérjéről beszélnék, a D-glikoproteinről. A herpesszel remélem, hogy önök közül kevesen találkoztak. Tudjuk, hogy két helyen jelenik meg, fent és lent, ez a fenti megjelenés mind a két esetben iszonyatosan kellemetlen tud lenni, főleg a stressz hatására szeret valamilyen oknál fogva előjönni. Ennek a D-glikoproteinnek a térszerkezete nem volt ismert, ezért jóslásos alapon kiválasztottunk, predikciós alapon két olyan szakaszt, amelyről azt véltük, hogy epitópként viselkedik, bizonyítottuk, hogy epitópként viselkednek. Mit tettünk ezekkel a szakaszokkal? Sokszoroztuk őket, mert azt láttuk, hogy ha csak önmagukban vannak, akkor nem elegendően erősek arra, hogy immunválaszt váltsanak ki. Ezért a sokszorozást úgy hajtottuk végre, hogy polipeptidekhez kapcsoltuk őket, itt ez a sápat zöld szín mutatja az epitóp darabkát, és ez a szekvencia középen, középen, középen és középen mutatja azt a polimert, amelyhez kapcsoltuk ezt több kópiában, de azonos formában. Mit tettünk az így előállt konjugátumokkal? Immunizáltunk egereket. Állatkísérletek zajlottak le. Egy BALB-C törzsből származó egereket halálos dózissal fertőztünk ezzel a vírussal. Az egerek bele tudnak halni a herpes fertőzésbe, amerikaiakkal együtt végezve a kísérleteket. Mit az ábrán azt látják, hogy hány volt az egerek közül, a fertőzött egerek közül a túlélő, az időnek a függvényében. Azt is láthatjuk, hogy a kontrollcsoportban a 8. nap után, a fertőzés 8. napja után elhullott az összes egér. Azt is látjuk, hogy ha az egyik epitóppal, az 1-23-as szakasszal, vagy a másik epitóppal immunizáljuk az egereket, akkor ez az elhullás egy picit változik, kitolódik időben. Ellenben, hogyha egy megfelelően megválasztott polimerhez kapcsoltuk a peptid szakaszokat, akkor látszik, hogy hosszú távon is 50%-a az állatoknak túlélte ezt a halálos fertőzést. Ez egy nagyon érdekes irányt mutat, sok munka van még azon, hogy ezt lehessen magasabbra helyezni, ezt az 50%-os
határt. Most utoljára egy olyan példát is mutatok, ami a T-sejttel. Ugye eddig ellenanyag válasz volt, amiről beszéltünk. Most befejezésül a T-sejttel kapcsolatos diagnosztikáról beszélnék röviden. Ez a tuberkulózis kimutatására irányuló kutatásunk, amelyben tehát egy ilyen T-sejtepitópot azonosítottunk az egyik nagyon fontos tuberkulózis baktérium által hordozott fehérjén, ez a fehérje szekvenciája, ez az a szakasz, amit azonosítottunk. Ezt a itt most pirossal jelzett fehérje szakaszt sokszoroztuk meg az előbb felvillantott polimerek segítségével, és végeztünk el egy vizsgálatot, amely vizsgálatban egészségesektől, olyanoktól, akik soha életükben nem láttak még mikobakterium tuberkulózis bacillust, illetve olyanoktól, akik már láttak ilyet, de oltás formájában vettünk vért. Ezt a vért szétszedtük elemeire, és a fehér vérsejteket behelyeztük ebbe a mintatárolóba, majd hozzáadtuk ezekhez a sejtekhez az epitóp konjugátumokat, vagy úgy, hogy a szabad peptid, tehát konjugáció nélkül, vagy úgy, hogy a konjugátum, vagy a kettőnek egy nem kovalens mixtúráját. Kétféle koncentrációban, két napon keresztül voltak ezek a partnerek együtt, 37 fokon megfelelő széndioxidot igényelve, és utána megmértük azt, hogy a T-sejtek ennek a hatására milyen mennyiségben termelnek valami olyasmit, ami jellemző arra, hogy ők felismerték ezt az epitópot. És itt tessék megkapaszkodni, ha szükséges. Azt látjuk ezen az ábrán, hogy a különböző, és most a színek egy-egy csapatot jelentenek, szabad peptid, konjugált peptid, egyik kontroll, másik kontroll. Látható az, hogy a PPD pozitív személyek, akik már találkoztak, vagy éppen fertőzöttek, azok reagáltak. Azok kimutatták, hogy hoppá, nekünk van. Azok, akik még nem találkoztak, azoknál nem volt válasz. A sárga az pozitív kontrollt jelent, tehát annak az mindig a pozitivitás meglétét mutatja be egy megfelelő anyaggal. Tehát ebből az a következtetés vonható le, hogy egy ilyen nagyon egyszerű peptid darabkával, vagy annak konjugált formájában egy ismeretlen szérum mintából meg lehet mondani, hogy az a személy az veszélyeztetette, fertőzötte, ezért kezelésre szorul, vagy pedig nem. Ahhoz, hogy ezeket az eszközöket lehessen használni, és itt említettem, hogy a tumoros esetekben is, ahhoz persze partnerek kellenek. A kutatásainknak egy jó részét egy európai projekt segítette, amelyben mi voltunk a témavezetők. Látszik a zászlókból, hogy miféle népek és intézetek, egyetemek vettek ebben részt. De nemzetközi partnerség kiterjed Európán kívülre, Japánba, Indiába és a nyugati felén is a világnak vannak partnereink, akikkel együtt dolgozunk. Természetesen szükség van arra, hogy pénzt szerezzünk a kutatásainkhoz, pályázunk, általában tavasszal pályázunk, ősszel jelentést írunk. És persze a legfontosabb, ami ehhez kell, a csapat. Mert olyan kollégáikkal dolgozom együtt, akik nagyon oda teszik magukat, hogy ezt a nem nagyon stílusos mondatot használjam, és mindent megtesznek azért, hogy a dolog előre menjen. Nem azért, mert a főnök azt mondja, hanem azért, mert bennük van egy szenzor, ami a fontosságát a dolgoknak mutatja meg. Köszönöm szépen a figyelmet.